Hello! A mai videóban a lezárásról fogok beszélni egy kicsit. Na de milyen lezárásról? Ugye sokan összetévesztik az értékesítést meg a lezárást. Sokan nem tudják, hogy valójában a lezárás az nagyjából az értékesítésnek az elejétől, már a legelejétől elindul, és nem csak a végén, nem csak az utolsó 5 percben. Hanem végig figyelned kell arra, hogy a végén megfelelően le tud zárni azt a dealt. És gyakorlatilag ez arról szól, hogy a bizalmát kell erősítened magadban, és a kockázatát kell ugye csökkentened. Tehát minél inkább azt érzi, hogy nincs semmi kockázata veled való együttműködésben, hogyha neked oda szavazza ugye a bizalmát, odaadja a pénzét, az idejét, akkor az neki nagyon jó lesz. Nagyon fontos, hogy itt nem manipulációról beszélek, tehát itt nem arról van szó, hogy valakit le kell húzni, vagy valakit át kell vágni, mert az lehet, hogy rövid távon nyerészkedsz vele, de hosszú távon semmiképpen nem éri meg, még akkor is, hogyha ezt a karmát, meg az ilyen spirituálisabb dolgokat, vagy akár a vallásos dolgokat nem hozzuk be a képbe, akkor is azt gondolom, hogy még egy full 100%-osan racionális ember is ezt meg tudja érteni, hogy hosszú távon, ha átvered, lehúzod az embereket, akkor az nagyon-nagyon-nagyon nem jó, és nagyon csúnyán vissza fog ütni, úgyhogy nem erről beszélek, tehát nem manipulálni kell a másikat, hanem arról, hogy megfelelően meg kell vele értetned, hogy miért bízhat meg benned, miért vagy hiteles abban, amit csinálsz, miért te vagy akár a legjobb szakember ebben, vagy az egyik legjobb, és miért éri meg téged alkalmazni, vagy téged megfizetni, vagy téged igénybe venni. Szóval ez az egyik. A második pedig, hogy körülbelül 12 impulzus kell egy embernek a mai világban, ugye egy különböző reprezentatív kísérletek alapján, vagy felmérések alapján, ahhoz, hogy ő ugye az ismertség szakaszából, a legelső szakaszból, ugye a vásárlás szakaszába eljusson. Ugye ez úgy van egyébként, hogy ismertség, érdeklődés, megfontolás és utána vásárlás, ugye ez így van ez a 4 egymás után, és ahhoz, hogy őt te vásárlóvá generáld gyakorlatilag teljesen ismeretlenből, ahhoz körülbelül 12 impulzus kell. Ez lehet egy telefon, lehet egy személyes találkozó, lehet egy hirdetés, ugye, hogyha többször célzod meg azt az embert, ugye azt retargetingnek hívják, szépen magyarosan, és erre is nagyon figyelned kell, hogy ne akard elsőre lenyomni a torkán, mert főleg, hogyha egy drágább szolgáltatásról vagy drágább termékről van szó, mert nem fog menni. Én sem próbálom meg senkinek első körben lenyomni a torkán, sőt, 100. körben sem próbálom lenyomni a torkán, az, hogy velem működjön együtt, vagy bármimet vásárolja meg. Azt gondolom, hogy érdemes erre is odafigyelned, hogy minél több értéket adj neki, akár teljesen ingyen, e-mailben, posztokban, ugye közösségi médián, mindenhol, és tényleg az értékteremtés legyen a fókusz, és ne az, hogy na, majd ezért én kapni fogok valamit. Tehát ne azért csináld, hogy majd a végén te kapjál valamit, hanem azért csináld, hogy segíts annak az emberi lénynek, azért csináld, hogy előre jusson neked köszönhetően az életében, és megoldjon bizonyos problémákat. Mert minél több embernek segítesz, ugye minél több problémáját megoldani, annál sikeresebb leszel. Ez egy nagyon-nagyon fontos ilyen kis egyenlet vagy felismerés, amire érdemes figyelned, meg érdemes belegondolnod. Jó, a harmadik pedig igazából az ilyen harmadik lépés, vagy harmadik dolog, amit tudnod kell a lezárásról, az, hogy ne félj kimondani az ajánlatodat a végén. Tehát mondjuk egy órás beszélgetés legvégén ne félj elmondani, hogy egyébként én ennyiért dolgozom, ennyibe kerül velem az együttműködés, akár mondjuk egy 3 hónapos coaching, vagy egy nem tudom, egy kozmetikai kezelés, vagy egy mit tudom én micsoda. Nyugodtan mondd ki, hogy ez ennyibe kerül, ezért és ezért, vállalsz érte ilyen és ilyen garanciát, és akár visszafizeted neki a pénzt, hogyha nem teljesült az, amiben megállapodtatok. Tehát, hogy nyugodtan mondd ki azt, hogy mennyire dolgozol, persze ezt tud megindokolni is, és ne
ne menj bele ilyen árversenyekbe, hogy jaj, ő azt mondja, hogy de hát a másik az sokkal olcsóbb. Jó, az olyan minőségben is dolgozik valószínűleg, vagy ő így döntött, neki az oké, kit érdekel. Nem lényeg, hogy a másik mennyire dolgozik, az a lényeg, hogy te mennyire dolgozol. Jó, és ne ő érezze, tehát ne te érezd magad megtisztelve, hogy ő hozzád megy, hanem ő érezze magát megtisztelve, hogy hozzád mehet, hogy veled egy levegőt szívhat. Tudom, hogy ez egy kicsit ilyen beképzeltnek tűnik, vagy kicsit narcisztikusnak, de hogy valójában itt tényleg erről van szó, hogy úgy szolgáld a másik embert, hogy ő megtisztelve érezze magát, hogy ez neki egy nagyon szuper dolog, hogy veled lehet és veled dolgozhat. Úgyhogy hajrá, és miután kimondtad az árat, miután kimondtad az ajánlatodat, utána maradj csöndbe. És várd meg, hogy mit reagál, ne próbáld meg kidumálni a gatyájából, és egy full két órás monológot után neki letolni, hogy ez miért ennyibe kerül, hanem maradj csöndbe, és várd meg a reakcióját. Van egy másik, már nagyon kifutottunk az 5 percből, de mindegy, úgy érzem, hogy ez nagyon értékes ez a gondolat, úgyhogy muszáj még elmondanom, hogy van egy másik, amit én szoktam használni, hogy teljesen őszintén el szoktam mondani egyébként az embereknek, hogy valószínűleg, miután kimondom az árat, teljesen meg fog ijedni, le fogja verni a víz, dobogni fog a szíve, zakatolni fog az agya, és azért, mert hogy valószínűleg ennyi pénzt még soha nem adott ki magára, vagy ennyi pénzt még sosem fektetett önmaga fejlődésébe egy bizonyos ilyen kicsi időszakra, és engem is kivert a víz, amikor 4 napra kifizettem 1,2 millió forintot ugye egy képzésre, nekem is zakatolt a szívem és az agyam, és teljesen kivoltam tőle, de hogy valójában utána meg éreztem büszkeséget, utána meg nagyon büszke voltam arra, hogy ennyit megteszek magamért és a fejlődésemért. Úgyhogy ezt erre hív fel a figyelmét, hogy ez valószínűleg meg fog történni, és hogy ezt hogy kell kezelni, és hogy erre készítsd fel, és ez is egy plusz pont lesz egyébként majd nála, hogy te még ezt is tudod, hogy ez így fog nála történni, és erre felkészítetted, és arra is, hogy ezt hogy reagálja le, és ez is nagyon pozitív lesz a szemében, és ettől is profibbnak, hitelesebbnek fogsz tűnni a szemében teljesen jogosan. Jó? Hogyha ebben mélyebben szeretnél belemenni, akkor nyitott vagyok természetesen rá, nyugodtan kérdezz, és segítek. További szép napot. Ciao.